Nekem a Dunáról a hullák jutnak eszembe. A hullák. A hullák. Azok az emberek, akiket 1944-ben a rakpartra kísértek, és aztán belelőtték őket a vízbe. Akkor én még nem éltem. De ha éltem volna, engem is bizonyosan belelőttek volna. Olyan körülmények között bujkált Kornis Katalin, hogyha a fiát is megszülte volna már, hát nem éli túl a hungarista felszabadulást. Nem éli túl, mert a rakpartra kísérték volna őt azok, akiket nyilasoknak szoktunk nevezni, oda kísérték volna velem együtt, és szépen megkértek volna engem is, hogy vegyem le a cipőm, és vegyem le a téli kabátomat, és látnunk kellett volna az én szép fiatal édesanyámat a félelemtől és a hidegtől reszketve, egy halálra ítélt, sziszegve átkozódó, önnön tehetetlenségének gyűlöletétől is mart eszeveszett tömeg közepén, amint talán sikoltozva rángat és be akarja fogni a szememet, hogy ne forduljak hátra és ne lássam a puskákat, az állhoz emelt puskákat. De igazán fölösleges, feltételes múlt időben beszélni erről a meg nem történt történetről, mert még az a látszat keletkezhetik, hogy nem történt meg. Holott megtörtént. Sokkal inkább megtörtént, mint például ez az este itt, amiben mi most részt veszünk és előadjuk magunkat, mint jól nevelt fiúk. Ordivarié. Mert én 1959 óta tudom, hogy 44-ben zsidó kisfiúként én is ott voltam a zsidó parton, és engem is belelőttek a zsidó Dunába. Minden ismerősömet belelőtték, akiket szerettem, azokat mind. És nem csak Radnótit, hanem Petőfit is, és Széchenyi Istvánt, és Nagy Imre urat, Batthyány Lajost, és Raúl Wallenberget, és Weiss nénit, és Weiss bácsit, és József Attilát, meg mindenkit, aki vérben úszva eltűnt, Dózsa Györgyöt, és Mauthauseni Magduskát, és azt a két tankos szénnéget ruszkit az Asztória előtt, aki szeretett, és megsimogatta a fejemet, nem sokkal mielőtt szénnéget volna, és a házunk előtt letartóztatott viharkabátos egyetemistákat, akik egy pillanatra szóra méltattak a kapuőrségen, amikor pár nappal előbb engedély nélkül kiszaladtam hozzájuk nézni. Nézni a dolgokat. És most mindenki ott volt a Dunában. 59-ben ott volt a Dunában. Mindenki, aki jó volt. Aztán elveszett. Mind ott ringatóztak a zsidó Dunában. Szóval ez az egész úgy történt, hogy 59. novemberében kimentem a rakpartra bombát halászni, mivel osztályunkban elterjedt a hír, hogy az Erzsébet híd rozsdás roncsai mellett a rakpart alatti kövek közt érdekes tányérbombák meg csíkozott kézigránátok úszkálnak a vízben. Ide figyelj, csak belenyúlsz kézzel és tunkolsz, tel is, de teli van bombával a part, aztán azt csinálsz velük, ami édes jól esik. Például fel is robbanthatod, vagy hazaviszed, és kassán kegyeg majd az ágy alatt, mint a Wecker óra. Iskola után, fal mellett osonva, összes bűneim teljes tudatában leódalogtam egyedül a rakpartra, és ketyegő szívvel komolyan azt figyeltem, hogy nem követnek-e pufajkás nyomozók például, vagy mit tudom én, te sötétben bujkáló ellenforradalmár, reszkes. Dagi kis zsidó testem levonszoltam a vízhez vezető lépcsőn. Megállt a szél. Megállt a szél. Délután 3 óra volt. A fenekem alá tettem a tornazsákomat, és néztem a vizet. És lassan megnyugodtam. Így vagyok. Itt vagyok. Az ég olyan, mintha belehánytak volna. Koszos tej, fullasztó, ránk szorított rongy, összefüggő fenyegetés. A fény nem jön le, nem akar már, szétfolyó, sűrű nyál. Mostanában ez van, ég a földtől elvágta magát, slussz, skubizni tilos,
Nekem egyébként semmi közöm hozzá. Vagy ki tudja, Francsa tudja, jaj. Megmozdul a víz, benyel a kövek közt, vas hulladékok belsejében locskol. Itt aztán szépen van mindenféle bomba, tényleg, amerre nézek, csupa bomba, kőbomba, vasbomba, tányér alakú szörnyetegek, zöld iszappal telenőtt valamik. Hogy veszem ki? Hát hogy veszem ki? Széttép, mint a szart. Nagyon veszélyes ez az egész. Meg kell gondolni, ember. Mit csinálsz? Sárga a Duna. Sársárga. Katona sárga. Nagyon csúnya. Nem szép. Középen nyugodt, de a szélén sír. Olyan, mint egy öreg ember. Tele van, megy, mert megszokta, lassan, előre. Hidegen fortyog, magába beszél. Vértigli, trapacsek, hol a kamáslim. A derekánál surrogva örvénylik a víz. Sok a dugulás, na ná, mert rejteget. Nehezen bírja viselni magát. Zsugori, zsidó! Na, most ott kiokádja. Ott is, jönnek föl a ronda ruhák. A zsidó mankók, a szökevény kabátok, szétvérzett pólyák, nyomorék ékszerek. Hé, mennyi minden. Hát mi ez? S felpattanok, felugrok. Ég a pofám. A karomat pörgetem izgalmamban. A folyó közepe kipúposodik, keringnek százával a zsidó mártírholmik, templomi kiskereskedő kalapok, felpuffadt szegény kardigánok, megdagadt kombinék és agyonlőtt egyetemista cipők, sírni való magyar zászlók, rejtegetett Kossuth címerek, meg azok a szép, ingyen osztogatott két kilós kenyerek, belekifordult héjas maradéka is, mind ott táncol a fehér sáros habban, egymás egyén hátán, és újra föl, és újra le, apám, micsoda örvény, micsoda zsidó tánc, micsoda tumultus! De hisz az nem lehet. Hát le kellett vetközni mindenkinek. Hát emlékszem. Hát engemet megöltek. Egyszerűen belém lőttek. Nálam nagyobbak belém lőttek. Nem is tudtam odafigyelni, pedig akartam. Mindenkit megöltek. Le kellett vetközni. Az egész házat megölték. Le kellett vetközni. Megölték a szabadságharcot. Hajnalban jöttek. Lángágyúval betörték mind a két kaput. Én éppen aludtam és álmodtam egy nagy sötét lyukat. A lyuk aljáról fény szállt fölfelé, fordítva ömlő sugárzó eső, amibe belevágytam. De nem mehettem el, mert odakint rám bíztak egy papírdobozt, amiben sok pénz volt. Úgy nézett ki, mint a járókelők pénze az adimozi mellett, azon a széken a doboz. Valaki azt mondta, vigyázz rá, Mityu, és akkor nekem ott kellett maradnom, de legszívesebben beugrottam volna, be a fénybe, holott ami abba belekerült, kék gázzá vált a szemem előtt, sok járda szemét például, amit arra vitt a szél, meg különféle kisebb állatok, madarak, egerek és egy rózsaszínű, de felébresztettek. Gettó hajnal, geny hajnal. Szürkés genyvilág, szétrugott szobák, papírkofferek, sáros szőnyegek. Minden ott maradt. Ott maradt és elhallgatott mögöttünk. Klik-klak, pont. Vége. Ennyi az egész. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, aki engem látni akar. Aki engem látni akar, nézhet. Majd én is nézem őt. Mi most úgy menetelünk a halálba, mint a katonák, nektek meg csak sonfordálni szabad a járdán, és nyalogatni a szájatokat. Mi meghalunk a magyar szabadságért, ti meg itt maradtok, nem tudom miért. Szemlesütve ujjal mutogatni, gyászolni és nevetni. Ezek a hallgató gyáva pesti házak, alamuszi tetők, galambos ablakok. Hát minden így marad, és ennyiben. Itt fog nélkülünk tovább virulázni. Mi persze trappolhatunk le a Dunapartra, mert nem segít az ENSZ, hiába ígérte apa, nem küld csapatokat, de rendben van, én anyám kezét fogom, ő azt hiszi, nem tudom, pedig én tudom. Hát majd kibírom. Mondjuk lehettem volna világfi, arra készültem, hogy az legyek, egy vándorló szabadság, aki ingyen osztogat a népnek kenyeret és kacsát.
Most ehelyett majd a ravaszdi árulók uralmuk alá hajtják édes kis hazámat. Én ilyen helyen nem akarom érezni magam. A bajszok, a szalutálások, a hadonászások, és ezek a lopások, a sunyi cserék egy esti Budapest helyett, az esti hírlap egy szabad nép helyett, a népszabadság népakarat helyett, meg a nép fasza, Marosán a hőbörgő pék szava. Hát engem ez így már nem érdekel. Lakcipőmet az aszfalthoz verem, és nagyon kínos a halálba menés, de mi viszont legalább vállaljuk a dolgot. Ki akar már németül tanulni, és ki akar itt oroszul tanulni, és ki akar itt már bármit is tanulni? Csak menjetek szabadlábon a napközibe örökké. Ott terem a babfőzelék, meg az NDK-dia, meg a hazugság. Mi inkább meghalunk. Most tél hideg, jeges délelőtti hold, legyintő levegő rongyok, fehér túlparti hóköd, nagyon hideg, le kellett vetközni mindenkinek, nem fog fájni, szégyellem magam, nem fog fájni, itt az egész ház, mesztelen vagyok, itt az egész ház, meg kell dögöljünk, valaki mondta, meg lett mondva, végrehajtani, tudtam előre, apu háta világít, apu kövér háta, zsíros zsidók, meg lett mondva, hogy néztek ki, meg lett mondva, fertig. Tessék előre hajolni, mint egy uszodában. Háj a zsidók a zsidó uszodában. Vannak soványok is, nagymama sovány. Nincs igazság, vannak soványok is. Ne érj hozzám, hagyjál békem, kattog a kakas. Nem tudok egyetlen jó zsidó imád se. Isten áld meg a magyart. Hát ez nekünk nem sikerült. Most már mindegy. Győztek a faszisták. Konyec filma, véreim. Magyar proletárok. Tudtam előre, a combomon már jön le a pisi. Most le fogunk halni, a Dunába lesz halva, mindenki nagyon is bele lesz jól halva, Nukufix bébi, semmi se leszünk. Most már lőhetnének. Mindenki visít, már mindenki pucér, már mindenki sehogy sincs. Eisler bácsi is mellettem sehogy sincs, mint egy élő tészta, mint egy élő, dülöngélő, puha fehér tészta. Ez egy álló kínzás. A leflattyogó vén zsidósok, a kiröhögött szargörbe gerincek. Mamikám, azért is éljen a szabadság. Rákóczi áruló hadnagy a lőj! Most! Most meleg, most elért, bennem van. Mindenütt meleg, forró és bugyborékol. Jó, sötét, leírhatatlan. És ahogy így 59-ben magamat is temetve néztem a vén Dunát, először láttam életemben nem ronda ruhákat, kísérteteket, vagy hogy mondjam, feljöttek a víz tetejére a rokonaim, ott ringatoztak a zsidó Dunában, talpig felöltözve, gondoltam is rögtön halhatatlanul, mind akiket szerettem, a nagy klasszikus költők és a felakasztott szabadságharcosok, az átlőtt homlokú egyetemisták és a gyerekpartizánok, meg azok a munkaszolgálatosok, azok a muszosok, és én is, igen, akármilyen hihetetlen, én is, és anya, és apa, és az egész ház a sár-sárgán fortyogó folyóközép örvénykútján fölkeveregve, kivigyorogtunk egy másik, untig ismert és megfulladt életből, és ott bohóckodtunk egymás kezét fogva a víz tetején, Lábújhegyen táncoltuk a temetetlen kánkánt, a bakkancskeringőt, meg a sáros tangót, együtt, illetlenül, popó mutogatva, röhögve, rongyosan, és disznó szabadon, nektek, vagyis hát csak nekem, mert nem látta más. Bár ideglászban nézelődtem körbe, hogy nem áll-e meg a kettes villamos, és nincs-e már jókor a csődület a korzón, és nem értettem, hogyan lehet, hogy nem történik semmi. Hiszen itt vagyunk! Itt van Petőfi, és a seggét pacskolja Pestnek, és mindenféle vejsznéni kezét simogatja, és akkor átköp a Gellért hegyre, hogy ködbe borul, és azt kiáltja, hogy a kurva anyját, és szemérmetlenül csókolózik az összes statáriálisan felakasztott nővel, akár zsidó, akár kalauz,
Mind itt vagyunk, és rendetlenkedünk, és nem félünk semmitől. Szarunk az egészre, ismétlem, aranyvirágokat szarunk a Dunára, hogy végre szép legyen, hogy meggyulladjon, hogy végre más legyen. Széltében, hosszában együtt lögdösödünk a hamu ég alatt, a párás levegőben, én és a Lovassi, és a Veselényi, és a nagyanyám, és Radnóti, és Balassi Bálint, és az apám nővére, és a Nagy Imre, és a tankokban szénnégett szegény kicsi Ruszkik, egy szóval az egész egyesült magyar zsinagóga, aki az enyém, most együtt mulatunk, feltámadva és ragyogva, mint a nap. És egyszer csak Petőfi kiadja a jelszót, bassza meg az Isten! Irány Budapest! És felszáll az égre a megölt zsidóság, felszáll az égre halott Magyarország. Eltakarjuk Pesttől a napot. Aztán csak zuhanunk az utcákra, mint a bánat. És én sikoltok az örömtől, mert úgy tör ki a botrány a város minden pontján, ezer s ezer helyen. A november 7-et éri villanyújság megállás nélkül villogja, hazugság, 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 hazugság. És káromkodni kezdenek a köztéri szobrok. És lángra gyullad minden utcatábla. És rázza magát minden középület, mintha viszketne, vagy mintha fájna. És hordóban érzi magát minden hivatalnok, és elhányja magát minden telefon, és fölmurajlik az üres népstadion, jajgatva ordít benne a nagy semmi, és térdre borul az összes járókelő, és a rádió szünet nélkül bocsánatot kér. Bocsánatot kell kérnünk, kedves hallgatóink, mert bocsánatot kell kérnünk, kedves hallgatóink. Tudnék, az történt, hogy most bocsánatot kell kérnünk. Bocsánatot kell kérnünk. Bocsánatot kell kérnünk. És a városban csecsemők veszik át a hatalmat, és minden rendőr fejéről leesik a sapka. És halottak állnak sorban a közértben, és halott húst kérnek, és halott kenyeret, és halott pénzzel fizetnek a kassa előtt. És tömegben szállnak fel a halott buszokra, és minden autóbusz karambolozik, és így lassacskán feltámad egész Budapest, és együtt élni tanul halott önmagával, és nem lesz rajta urrá soha többé senki. Hát ez csak úgy lát. Ott a Dunaparton, anno 1959. És igazság szerint nagyon megijedtem. Már iszonyodtam az iszapos víztől, a szürke hamu égtől, a sunyi gránátoktól a sáros víz alatt, és hazaszaladtam csuron vizesen, és lélekszakadva felhívtam az édesanyámat, az uglói kenyérgyár egy alkalmazottját, hogy hullák vannak a Dunában, mama. Élő, beszélő hullák, itt vannak, félek. Ő meg azt mondta, ne féljek.